fájdalmas szűzről nevezett Szent Gábor 1838-ban született egy gazdag családba, és később világi pályáját feladva szerzetes lett. Nagy tiszteletet tanúsított a fájdalmas szűz iránt. Egészen fiatalon, mindössze 24 évesen érte el az életszentség csúcsát. 15. Benedek pápa volt az, aki beiktatta a szentek sorába. Egy körmenet alkalmával érezte a hívást a tökéletesebb életre. A körmenet után úgy határozott, hogy a passzionista rendbe lép be, hiszen Krisztus szenvedésével igen mélyen tudott azonosulni. A következő években Gábor letette fogadalmait. Haláláig lelki vezetője Szűz Máriául nevezett Norbert atya volt. Gábor kitűnő diáknak bizonyult, és tanulmányait csak a kimagasló lelki élete múlta felül. Ezzel egy időben kezdődött el betegsége. Tuberkulózisban szenvedett. Lassú halálért imádkozott, hogy fel tudjon készülni rá lelkileg. Betegségében is igen vidám, derűs természetű volt. Diáktársait nagyon építette és összönözte Gábor életének példája, törekedtek időt tölteni vele beteg ágya mellett is. Gáborról bebizonyosodott példaszerű hitélete és a tökéletes hűsége a rend szabályaihoz. Levelei maradtak fenn elhatározásai mellett, amelyek feltérképezik lelki fejlődését, amelyet passzionistaként élt. Mielőtt papá szentelték volna, egy lelki gyakorlat alkalmával halt meg 1862. februárjában. A közösség jelenlétében, kezében a fájdalmas szűzanyaképét tartva. Akik jelen voltak Gábor halálakor, azt jelentették, hogy felült az ágyban, arca ragyogóvá vált, ahogy egy máskülönben nem látott alak felé nyúlt, aki belépett a lakásba. Norbert atya véleménye szerint Szent Gábor Szűz Máriát látta halála pillanatában. Szent Gábort 15. Benedek pápa, a katolikus ifjúság, a diákság és a kispapság védőszentjévé nyilvánította. Ma is évente több millió zarándokol el sírjához, Terámóba, ahol élete utolsó éveit töltötte. Mi az, ami ma is követendő példa az ő életéből? Először is szorgalma, széles látóköre, magas műveltsége. Az igényes szellemi munka ösztönzője lehet mindannyiunk számára. Vidám, derűs lelkülete példa arra, hogy a nehézségek idején sem szabad belemerülni az apátiába, a szomorúságba, az önsajnálatba vagy a depresszióba. Élethivatásához, küldetéséhez haláláig hűséges maradt, noha nem jutott el addig, hogy elérje hivatásának gyümölcsét, hiszen papá szentelése előtt halt meg. A hűség erénye mindannyiunk számára követendő példa, és alkalmas cél arra, hogy életünk irányától soha el ne térjünk.